Köszöntöm Önöket, ez a Weekend. Ma ezeket a könyveket lehet tőlünk megnyerni. A kérdésem csak annyi, hogy ki írta ezeket, azaz a Szenvedélyek hálója című könyveket. Ha nem tudja, akkor érdemes várni a Weekend második részéig, azaz 7:30-ig mindenképpen, akkor segít majd egy interjú. Amúgy a mai műsorban lesz szó hétvégi fesztiválról, és csinos modellek mutatják majd be a legdivatosabb fürdőruhákat. Első vendégeim pedig villámgyorsak, már ami a billentyűzet pötyögtetését illeti, hiszen vendégeim Jakabné dr. Zubály Anna, a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének elnöke, valamint Székely Tünde, a Máté Szalkai, ami egyik iskola titkára. Szép estét kívánok! Estét kívánok, köszöntjük a vendégeket! Nos, hát a nyeremény könyvek közül csak hármat tudtam mutatni, a negyedik az éppen az egyik díszletelemünket tartja, itt az asztalon egy billentyűzetet láthatnak a nézők, és hát vajon mi is adja az alapját, apropóját, hogy mi itt ülhetünk a stúdióba együtt hárman. Gyors író és gépíró világbajnokságot szerveznek most hétvégétől Budapesten. Egyáltalán kinek a nevéhez fűződik ez a világbajnokság? Kik azok, akik szervezik majd eme megmérettetést? A nemzetközi szervezetünk koordinálásával szervezzük ezt a versenyt, természetesen a Magyar Gyorsírók és Gépírók Szövetsége aktívan kiveszi részét a szervezésből. Két évente szervezzük meg ezt a versenyt, gyorsírás, gépírás, illetve hát különböző kategóriában mennek a versenyek. Gyakorlatilag több mint 100 évvel ezelőtt már volt nemzetközi verseny ezekből a témakörökből. Magyarországon 1913-ban volt elsőként, majd 1928-ban, és legutóbb 40 évvel ezelőtt, 1975-ben. Úgyhogy nagyon izgulunk mi is, és nagyon izgalmas verseny elé nézünk. Már csak azért is, mert ezek a versenyszámok egyre nagyobb kihívás elé állítják a versenyzőket. Ugye maga... Mire kell gondolni? Mert ugye egy laikus nem feltétlenül tudja azt, hogy hogy működik egy ilyen gyorsíró-gépíró világbajnokság. Egyáltalán kik juthatnak be, vagy milyen feladatokat kell csinálniuk? Az, hogy kik juthatnak be, nyilván a legjobbak. A Magyar Gyorsíró Szövetség, Gyorsíró Gépíró Szövetség évente két nagyszabású országos versenyt szervez, és itt tudják kvalifikálni magukat a versenyzők, nyilván a legjobbak. Meg azért hozzátartozik az is a dologhoz, hogy meglehetősen költséges, önköltséges a részvétel, mert maga a szövetség nem tudja támogatni, és általában ezekre a versenyekre szponzorok révén is bekerülnek, vagy szponzorok révén juthatnak be a versenyzők, illetve hát az, hogy a legjobbak között legyenek, nyilván a magyar versenyeredmények adják az alapot. El kell mondanunk, bocsánat, így az idő sürget minket, hogy ugye Tünde részt vesz ezen a világbajnokságon. Tünde, meséljen arról kérem, hogy egyáltalán hogyan juthatott el idáig, hogy 2015-ben Magyarországot képviseli? Úgy jutottam ide, hogy hosszú éveken keresztül részt vettem a már említett országos versenyeken, és korábbi években világbajnokságon is már indultam. Svájcban, illetve Amsterdamban 1995-ben volt az első világbajnokságom, ott második helyezést értem el a gyorsírás kategóriájában. Ez mit jelent, csak hogy azért szemléltessük és megdöbbentsük a nézőket, hogy akár mondjuk percenként ez hány leütést
jelent? Hát egy kicsit akkor konkretizálnám, hogy a gyorsírás az egy kicsit más dolog, ott kézzel, ceruzával kell nagyon gyorsan írni, egyre fokozódó sebességű diktátumot, majd azt áttenni, és azt értékelik, hogy mennyi hiba, helyesírási hiba, kihagytam-e valamit. A gépírásnál pedig kapunk egy másoló szöveget, és azt 30 percen keresztül kell írni. És a minimum, amit ezen a világbajnokságon el kell érni, fél óra alatt 10.800 leütés. Jézusom, szerintem vannak olyan kollégáim, akik egy hét alatt nem ütnek le ennyit, pedig szakmabeliek. Hihetetlen gyorsaságúak jelentkezhetnek erre a versenyre. Milyen rekordok születnek ilyenkor, ha van egyáltalán ilyen? Természetesen, ahogyan az életünk gyorsul, és hogy a beszédtempunk is gyorsul, úgy a versenynek is egyre gyorsabb lesz az eredménye, a végeredménye. A legutóbbi Belgiumban szervezett versenyen több mint 800 leütést ért el a legjobb. Percenként. A csehek szinte verhetetlenek ezen a versenyen, a törökök is nagyon jók. Gyakorlatilag az a rejtélye a dolognak, hogy ők egészen pici korban már elkezdik a gépírást tanulni, tehát általános iskolában megtanulják, és mire ezekre a versenyekre érnek, olyan szintre fejlesztik az írás technikájukat, és persze hozzá kell tenni, hogy különböző makró megoldásokkal is segítik már az írásukat. Tehát egy normál tempóban egy 350-400 leütés percenkénti gépírás eredmény az már nagyon jó eredmény, és rásegítenek ezekkel a makró megoldásokkal. 800 leütés, gyakorlatilag a végeredménye az több mint 800 leütés percenként, eszméletlen gyors. De egy picikét a gyorsírásra hadd térjek már vissza, az viszont olyan szellemi tevékenység, ami a mai világban sokszor megkérdezik, hogy miért is, és mi az értelme. A beszéd tempó gyorsulásával, ugye ennek az írásnak is gyorsulnia kell. A 10 perces A kategóriás versenyünkön 460 szótagot képesek a legjobbak leírni, és azzal is dicsekednünk kell, hogy az elmúlt 2-3 világbajnokságon vagy első helyezettet ért el a legjobb versenyzőnk, tehát magyar versenyző a világbajnoki győztes, vagy második helyezett, de a magyarok nagyon jók. Ez azt jelenti, hogy a gyorsírás rendszerünk is nagyon jó még mindig. Én pont azon gondolkodom, hogy gyorsírást így nem is tudom, általános iskolába, középiskolában nem tanulunk. Tehát gyorsírás ténylegesen csak azt tanul, aki mondjuk szakirányon megy tovább. Én például olyan szakközépiskolába jártam, ahol tanultunk gépírást, és hála jó égnek, tényleg mai napig is hasznosítom azt, hogy nagyon gyorsan tudok írni a billentyűzeten, de a gyorsírást azt egyáltalán most, 2015-ben hol lehet tanulni, akár mondjuk itt a megyében? Tehát most nem a reklám miatt, csak az, hogy érdekel, hogy milyen keretek között. Szakképzésben lehet, és egy nagyon szűk területen, irodai asszisztens szakképesítésben, nagyon alapszinten. Aki viszont tovább akar, és igazi profi, tehát tovább akar fejlődni, és igazi profi akar lenni, önálló tanulásra van szüksége. A legjobbaknak viszont nyílt út vezetne egészen a parlamentig, tehát a parlamentben a legjobb gyorsíróink ott vannak, bíróságokon, ügyészségeken, önkormányokon, még nagyon sokan dolgoznak, illetve nagyon sokat használják a gyorsírás nagyon sok helyen, sajnos egyre inkább kevesebben. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és akkor kívánok Tündének nagyon-nagyon sok sikert a következő napokra. Én úgy búcsúzom el, és talán ezt azok fogják érteni, akik gépírást tanultak, hogy ASDF, JKLE, de hát erről majd egyszer beszélgetünk, remélem amúgy nem rontottam el, jól mondtam, nem, ugye? Nagyon jó. Akkor itt kezdődik az alapja a gépírásnak. Igen. Tehát az alapokat nem felejtettem el. Viszont most jön egy összefoglaló, hiszen az előző adásokban már szóltunk a Lesz Festről, ami már volt, méghozzá múlt hétvégén Kisvárdán a fesztiválról láthatnak most egy eléggé mozgalmas, színes összefoglalót.
Két nap, három színpad, több mint 20 fellépő és a kerékpáros sportok egyik leglátványosabb extrém versenye, mindez Kisvárdán, az első Lesz Festen. A rendezvény neve magában hordozza azt a szándékot, hogy nem csak egy alkalommal várják majd a fesztiválozókat Kisvárdára, egyébként a Lesz Fest mozaik szó is. Látvány, extrém sport és zene. Tehát ezt tartalmazza a kétnapos rendezvényünk. Látványban nem lesz hiány, azt hiszem az extrém sportban sem, a bringások részéről, és a zenei kínálat, repertoár pedig azt mondom, hogy kiváló. Három színpaddal fogunk menni, lesz egy nagy színpadunk, ami tényleg nagy színpad. Ezen pénteken fel fog lépni a Beatrice, Hobó 70-es koncert lesz, és Anna and the Barbies fejezi be a nagy színpadot. Szombaton pedig a Super nem fog játszani, majd Ákos élő nagy koncert, és Majka Curtis fejezi be a nagy színpadot. Ezen kívül van még két színpadunk, egy partisátor és a várszínpad. Én ezekből csak néhány előadót emelnék ki. Az egyik Kardos Horváth János, aki a Kaukázuson keresztül szerintem sokak számára ismert, játszani fog a Grimus nevezetű zenekar, akik tavaly a Red Hot Chilinek voltak az előzenekara egy román turné során, szerintem ők hatalmasat fognak zúzni, de játszani fog a Kelemen kabátban és a Well Hello is, és játszani fognak a helyi zenekarok, ezek közül a legismertebb a Radar, de a várszínpadon például fellép a Like I Care elnevezésű manchesteri punkbanda, aki igazi háromakkordos zenével örvendezteti meg majd a nézőközönségét. A szervezést úgy nagyjából decemberben kezdtük el, akkor egy sokkal kisebb fesztiválban gondolkodtunk. Aztán úgy szépen, mint egy kis gömböc felhízott, és a konkrét építési munkák hétfő óta mennek. A Lesz Fest egyik különlegessége, hogy nem csak a zene, hanem az extrém sportok szerelmesei sem unatkozhattak a várnál és környékén. A fesztiválnak nem kísérő programja, hanem az egyik fő attrakciója ez a Dirt Jump pálya. Európában nagyon kevés ilyen pálya található, ilyen természeti környezetben pedig egy sem. Maga a pálya brutális, óriási a mérete, és egy helyi sráccal építettük, őt Nagy Oszinak hívják, nemzetközi szinten elismert versenyzője a Dirt Jump sportágnak. Ez egy 8 méter magas indítóállvány a Kisvárdai vár előtt, innen indultak mountain bike-jaikkal a versenyzők. Egy fontos szempont volt, hogy legalábbis a pálya eleje vég lejtésben legyen, hogy a lendületünket meg tudjuk tartani. Szerintem így elsőnek megrendezve ezt most így a maximumot kihoztuk belőle. Értem itt a méreteket, illetve a pályatechnikai fokát. Szerintem ez is kategóriás pályának felelne meg, ami azt jelenti, hogy nemzetközi szinten ez például egy erős nemzetközi, például bécsi versenynek megfelelő szintű pálya. I'm from Poland and Lengyelországból jöttem, és úgy gondolom, hogy ez a pálya nagyon jó és szép. Az első rámpa hatalmas, úgyhogy nagy feladat lesz, de úgy gondolom, hogy jó ötlet ez az egész. I think that it will be perfect for rides. A zsűri tagja vagy, hogy kerültél be a zsűribe, illetve mi alapján pontoz a zsűri? Én magam is BMX-ezek, és versenyzek ugyanilyen sportágokban, úgyhogy én pontosan jól tudom, hogy itt mit kell figyelni egy versenynél. Öt dolgot figyelünk ma itt, ez a magasság, a stílus, a folyamatosság, a kreativitás és a trükköknek a nehézsége. És mi adja a trükkök nehézségét? Mitől nehéz egy trükk, hogyha mondjuk ezt az utolsó szempontot nézzük? Ez talán laikus szemmel annyira nem, de profi szemmel mi ezt látjuk, hogy egy trükköt milyen nehéz megtanulni, milyen nehéz megcsinálni egy bizonyos ugraton, úgyhogy ez attól függ, hogy ez milyen nehéz, hogy ezt mi látjuk, hogy ez... És azok a versenyzők, akik ma itt vannak, milyen nehézségek, trükköket mutattak be, illetve hogyan szerepelnek? Itt nagyon sok nemzetközi rider van, több nemzetközi rider van, mint magyar, ez a szint most itt fantasztikus, ez az első olyan pálya Magyarországon ilyen méretben, tehát ezek a riderek itt egy abszolút non plus ultra nemzetközi szintet fognak idehozni. Ha magad is bicajozol, akkor el tudod mondani nekem, hogy egy normál utcai bicikli, meg mondjuk a között a bicikli között, amivel itt mennek, mi az alapvető különbség? Az alapvető különbség az, hogy mennyire strapabíró ez a bicikli. A váz, a villa, a kormány, a kerekek, itt mindennek meg kell, hogy legyen erősítve, és ki kell, hogy bírjon egy olyan strapabíró, tehát olyan strapabírónak kell, hogy legyen, hogy alattunk ez nem fog széttörni, nem fog elhajlani, és ez persze nem veszélyeztet minket. Mennyit kell gyakorolni, hogy egy olyan produkciót, amit az előbb láttunk itt, végrehajtsunk? Éveket. És mennyi sérüléssel jár? Nagyon sokkal, ugyanúgy.
A kisvárdai nemzetközi Dirt Jump Kupa abszolút győztese, a verseny megálmodója és a legtechnikásabb rider Nagy Oszkár volt. Hatalmas teher esett le a vállamról. Hatalmas teher. Szervezésre kapcsolatban az volt az első cél, hogy a rájdereknek megfeljen a pálya, és úgy érzik magukat. Ez szerintem sikerült. A saját magammal szemben állított elvárás pedig hát mindenképpen a dobogó legfelső foka, és ezt sikerült összehoznom, és ez tehát pont ahogyan elképzeltem, és ez a legjobb érzés a világon. Ez a 9. év, hogy ezt tűzöm, illetve előtte is kiskoromban is folyamatosan hát nem lehetett leszedni a bicikliről, úgy mondanám. Sérüléseket tekintve mind a két vállam kiment már egyszer, a térdem kiment egyszer. Volt egy csuklótörésem, egy lábfejtörésem, illetve rengeteg kisebb sérülés, ami ilyen 2-3 hétre úgymond a kispadra állított emiatt. Hát egy olyan kérdés, amit szerintem mindenki feltenne neked, aki nem tudom, szülő, mit szól ehhez édesanyád? Maximálisan támogat és bízik bennem, tudja, hogy megfontolt vagyok, és már hozzászokott, hogy nem ilyen méretekbe kezdtünk, és nem versenyeztem én egyből. Most már elfogadta, és teljesen megbízik bennem, tudja, hogy nem csinálok olyat, amire nem vagyok képes, és mindig a saját szintemhez képes biciklizem. Ez az első fesztivál, a te ötleted volt, lesz-e jövőre? Mindenképpen, tehát ennek csak folytatása lehet. Az elsőt megcsinálni volt a legnehezebb mindenképpen, minden szempontból. Nagyon nagy nyomás volt, jövőre már minden könnyebb lesz, és még színvonalasabb rendezvényt tudunk összehozni, biztos vagyok benne. Király Helmecről érkeztünk, Felvidékről, azzal a célra, hogy jó szórakozzunk ma este az Ákos koncerten. Kifejezetten a koncertek miatt jöttetek? Gyakran jártok át Magyarországra? Nagyon gyakran járunk át, rengeteget járunk ide a strandra is, és bevásárolni is. Minden egyes dolog, ami miatt átjövünk, az nekünk kedvező. Nálunk Felvidéken nincs ilyen lehetőség, mint itt ide Kisvárdán, vagy akár Dombrádon, bárhol Magyarországon. Másfajta ilyen zenei rendezvényre is átjöttök, vagy ez az első, ami? Nem, szoktunk járni kimondottan csak koncertekre is, nem fesztiválokra, de sokszor látogatunk, vagyis voltunk már futóversenyen, focitornán, bármilyen rendezvényen. Átjövünk, szívesen jövünk, sok az ismerés, rengeteg a barát, úgyhogy nagyon jó itt nekünk. Nem vagyok kisvárdai, viszont nem messze lakok itt, és azt veszem észre, hogy nagyon színvonalas és nagyon színes programok vannak, szóval szerintem helyiként elégedettek lehetünk a programokkal. Az első Lesz Festen több mint 15 ezeren voltak, és ahogy a szervezők mondják, jövőre is lesz Fest. A nyár nem múlhat el a Tisza Parti Hal és Vad Fesztivál nélkül. Erről beszélgetek vendégemmel, Balsa polgármesterével, Somogyi Szilviával. Szerbusz, polgármester asszony! Szia! Nos, hát én ledöbbentem, amikor azt mondtad nekem konkrétan másfél perccel ezelőtt, hogy már 9. alkalommal szervezitek meg ezt a rendezvényt. Egy kis multidézésre, mint minden évben megkérnélek, hogy hogyan is indult ez a fesztivál, és hogyan nőtte ki magát már egy szerintem jóval több, mint 2-3-4 ezer embert megmozgató rendezvényé. Sőt. Igen, egyszerre azért 1000 fő alatt vagyunk, hogy ezt mondjam, igen, de aztán estére, ha összeszámolnánk, biztosan megfordulunk pár ezen a réten, a balsai réten. És a kérdésedre válaszolva, hogy hogyan is indult a fesztivál,
nem ezen a néven kezdődött az első éven, még Szárnyas Hal Fesztivál volt, aztán az évek úgy hozták, hogy Hal és Vad Fesztivállá változott, és hát a Tiszapartról is megkapta a nevét az első szóban szinte, mert Tiszaparti Hal és Vad Fesztivál lett, hiszen a komp melletti révlejáró közelében tartjuk ezt az eseményt, július 3. szombatján. A komp melletti réten, hát ez minden évben kicsit úgy megremegteti a térdünket, mert egy Natura 2000-es területről van szó, és ilyenkor nagyon oda kell figyelni mindenre. Egyrészt a szervezőknek, másrészt a résztvevőknek. Most hogyan fog ez zajlani, és mire kellett odafigyelni, akár a szervezésnél, vagy majd ugye, hogy már holnap, július 18-án lesz ez a rendezvény nekünk résztvevőknek? Igen, azt hiszem évről évre egyre jobban odafigyelünk arra, hogy vigyázzunk a környezetünkre. Bennünk már tudatosodott, tehát mi, akik szervezzük, szinte mi már úgy készülünk, hogy tudjuk, hogy a dohányzásra felhívjuk a figyelmet, a parkolásra felhívjuk a figyelmet, a természetnek a megtartását helyezzük előtérbe, és minden szórólapunkon szinte megjelenítjük a belépőjegyünkön. Tehát tulajdonképpen, hogyha kóstolójegyet kap valaki, annak a hátoldalán odaírjuk, hogy Natura 2000-es, vigyázzon rá. Nem szabad nyílt lángot használni, tehát bár nagyon kellemes a tűz mellett ülni és úgy főzni, hogy tüzet rakunk, itt csak biztonsági gázpalackkal lehet főzni. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és hogyha valaki oda eljön, akkor ezeket én úgy gondolom, hogy mindig tiszteletben tartja. Most már egy picit alakítottunk a térrendezésen is, ez elősegíti, hogy autók még véletlenül se kerüljenek a fesztivál területére, ami szintén fontos dolog, hiszen motor, járómotor nem lehet a Natura 2000-es területen. Akkor oda kompig már le se lehet majd menni, vagy ott azért úgy van egy olyan terület, amit úgy kijelöltetek? De, uh-huh. A komp az üzemel. Uh-huh. Ugye a komp az egy közútpótló funkciót ellátó jármű tulajdonképpen, uh-huh. szállító jármű, amely folyamatosan üzemel, ugyanúgy napkeltétől napnyugtáig, és oda természetesen figyelemmel kísérve azt, hogy ki hova megy. Aki át szeretne kelni, az nyugodtan mehet, hiszen nem célunk az, hogy megállítsuk Balsán, bár meg szoktak állni egyébként a fesztiválon, és órákig is szoktak nézelődni. És hát ha a kompot említettük, akkor nagyon-nagyon fontos momentum a komp, mint létesítmény, mint eszköz, vízi eszköz ugye ezen a bizonyos fesztiválon. Az ünnepélyes megnyitó után minden évben ugyanúgy indul be a Balsai Fesztivál komphúzó versennyel. Mesélj erről. Igen, 9. éve komphúzó versenyünk van. Ennek az előkészületi munkáját már el kell kezdenünk január-februárban, hiszen itt hajózási terület van a Tiszán még, bár tudom, hogy már egyre kevesebb hajó közlekedik, de mi a szabályokat betartva engedéllyel húzzuk még a kompunkat is a versenyen, és abban az időszakban leállítják a forgalmat, hogy biztosítsuk, hogy ott baleset ne történjen, és minden megnyitó után 10 óra 30 perckor komphúzó verseny van, általában egy 3-5 csapat jelentkezik, és nagy hévvel húzzák a kompot, majd egy olyan másfél perc alatt át lehet húzni a kompot a kenizlői oldalról a balsai oldalra. Hát 2 éve részese voltam, és a térdem tényleg nagyon megsínlette, mert remegett utána egy jó fél óráig, úgyhogy bár nem könnyű feladat, de azt mondom, hogy aki nem próbálta ki, az ha kedvet kap, jöjjön el 10-15 fős csapatokkal, még akár fiatalok is, nem kell, hogy nagykorú legyen valaki, kapcsolódjon be és húzzon kompot nálunk. És hogyha már kimelegettünk ebbe a komphúzó versenybe, majd hogy nem megéheztünk így a testmozgásnak köszönhetően, akkor iszonyat finom ételeket lehet kóstolni. Hal és Vad Fesztivál, ezekből az alapanyagokból, húsokból milyen jellegű ételeket szoktatok készíteni? Az már biztos, hogy minden éven elmondom, ugye, hogy mi a ponty, mint tiszai hal, vagy mint egyáltalán halat népszerűsítjük, és az írdalt ponthalászlé az, ami kifejezetten említésre méltó, és elsősorban említésre méltó. Én megnyeltem is egy nagyot. És a halásznén kívül korhely halászlét főzünk. Nagyon szeretik a balsaiak is, és a vendégeink is, hiszen ízletes, és azt gondolom, hogy elég nagy mennyiség fogy el, hogy bizonyítsa azt, hogy ízlik ott a jelenlévő vendégeinknek.
Minden mellett természetesen sütünk is egy kis halat, és hát pörkölt formájában a vad is az asztalokra kerül. Igaz, ezek a réten lévő asztalok és padok nem az éttermi asztalok, de szerintem ez sem okoz problémát az odabetérőnek. Azon gondolkodom, hogy egy fesztivál zene nélkül nem igazán fesztivál. Tehát azért most már mindenki odafigyel arra, hogy nem feltétlen csak a gasztronómiai programokat erősítse évről évre, hanem a zenei felhozatalra is odafigyel. Volt itt már mindenki Balsán. Tényleg gyerekeknek kedveztek minden évben, a fiataloknak is, idősebbeknek is. Idén kik a húzó nevek, ha lehet itt titulálni? Igen, azt gondolom, hogy minden korosztálynak és minden érdeklődő rétegnek is megpróbáltunk olyan műsort szervezni, hozni, amely érdekelheti mind a balsaiakat és az eljövőket. A délelőtt folyamán azért csak megemlítem a neves vendégeink előtt azt, hogy a balsaiak is bekapcsolódnak, és most összeszámoltam, mint egy 60 balsai fog fellépni. Az énekkar. Igen, a vegyeskar. Igen, a Nyugdíjas Egyesületnek a népzenei csokrát fogják hallani az ott lévők, és most van egy új formáció, alakult egy amatőr kis színtársulat az ilyen pici gyerektől az eddig érő gyermekig, és a János Vitéz paródiát fogják előadni. Én láttam egyik próbájukat, hát azt gondolom, hogy két próba után csodálatos, amit művelnek, úgyhogy érdemes megnézni őket, és akkor áttérek a nevesebb előadókra. 11:30-tól Paprita és Bodnár Attila gyermekműsorával kedveskedünk a gyerekeknek, aztán lesz operettnóta humor, és aztán, hogy menjünk egy kicsit az erősítés felé, utána jönnek a Bódi Guszti és Margó, ugye ők innen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származnak, azt hiszem sokaknak ismerős egy-két daluk, aztán jön az Inflagranti, jön a Compact Disco, tehát rétegeknek is, megpróbálunk olyanoknak is kedvezni, akik bizonyos típusú zenét szereznek, vagy szeretnek, és hát este pedig most váltottunk, és nem nagy koncert, élő koncert lesz, hanem a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. Délután pedig még annyit, hogy a Fekete Lakcipő Komár László emlékzenekar élő koncertje rock'n'roll-lal egy óra hosszás lesz. Azt gondolom, hogy talpalávalónak az szintén megteszi. A Balsai Fesztivál 18-án szombaton mindenkit vár, a Komp melletti Natura 2000-es réten, és hát fontos, hogy tűzijátékkal zárul a rendezvény, a víkend első része pedig most, úgyhogy köszönöm szépen figyelmüket, nem sokára jövünk vissza. Mi kell, mi kell, mi kell.